A Kodály Iskola kórusának előadásával kezdődött az idei Városi Diággála a Művészetek Házában. A tehetségkutatót a Bugát Pál tagintézmény rendezi meg. A főszervező szerint minden évben megfigyelhető a fiatalok produkciójában egyfajta tendencia. Idén, mint Kovács Mária mondja, a hagyományos kulturális értékrendű produkciók a legmeghatározóbbak. Most ez a gála egy kicsit szolidabb, visszafogottabb és sokkal több. Úgy mondanám, hogy intellektuálisabb gála. A 15. Diággálát Székesfehérvár alpolgármestere nyitotta meg. Közelmúlt és napjaink történései a város polgárainak figyelmét gyakran irányítják erre a két területre. Róth Péter arra hívta fel a résztvevők és a közönség figyelmét, hogy a város életében jelentős szerepet tölt be a kultúra és a diák élet. A diákok énekkel és tánccal, valamint színpadi előadásokkal is szórakoztatták a Művészetek Háza közönségét. István Dávid már a Bugát Iskola végzőse, azonban még mindig szívesen vesz részt az ilyen megmérettetéseken. 9-es korom óta kezdve mindig itt voltunk a gálán, és hatalmas élmény volt, és akkor most nagyon sok az új a csoportunkban, és akkor ők is átéljék ezt az egészet. Az idei gálához egy kiállítás is kapcsolódik, a szervezők rajzpályázatot hirdettek, amelyre több tucat gyermek küldte be alkotásait.